Szeretném felkérni Faustné Erikát, emlékezzen nagy elődünkre, Brunswick Terézre. Én egyetlen mondatot hadd fűzzek az előadásához. Az Óvoda Múzeumban járva nagy betűkkel ki van írva apák és anyák. A gyerekek nevelését először magatokon kezdjétek. Kedves óvónénik, a gyerekek nevelését először magatokon kezdjétek. Ennek a mai napnak is az a célja, hogy vigyétek haza azt a sok ismeretet, de már elmondtam, ami segíti otthoni óvodai munkátokat. Szép jó napot kívánok mindjájatoknak! Legyen áldás e szép napon, kegyelem minden mondaton, szeretet minden érintésben, s feloldó öröm a puszta létben. Én is meghatódva állok itt, több dolog miatt. Valamikor, 60 évvel ezelőtt, lelkes képzős kislány, kecskeméti képzős kislányként itt voltam a 100 éves évfordulóján, halálának évfordulóján, és ez az emlék ma is munkál, és bennem van. Az izgalom azért is óriási, mert megkaptam ezt a felkérést az elnökségtől, Nellitől, Ildikótól, és én tiltakoztam. Mondtam, hogy vannak nálam illetékesebbek. Vannak olyan emberek, történészek, kutatók, akik ennek szentelték a kutató munkájukat, az életük egy részét, és itt van Harcsa Katalin, Harcsa Tiborné Katalin, aki az Óvoda Múzeumnak az alapítója. Mert 90-ben Nyíregyházán ő már évtizedekkel előtte gyűjtögetett, és utána lett az, hogy 95-ben ide átköltözött. A részleteket ő tudja, én nem mondom, de maga az, hogy ő is ráébredt arra, hogy itt van a gyökér, itt van az, ahol ennek a múzeumnak helye van. És ezért voltam nagyon megilletődve, hogy megtisztelő felkérés, de mégis. De volt egy megerősítő gondolatom, egy élményem. Van nekem Gödöllőn egy óvónőtársam, barátnőm, aki magánóvodát alapított, és az ő magánóvodájában, a csoportszobában ott volt ez a fénykép, amit most elhoztam. És egyszer, amikor ellátogattam az óvodába, elém állt egy kis csillogószemű, kékszemű, kis szőke, fehérhajú kisfiú, és mondta, tudod ki ez a néni? Ő csinálta az első óvodát Budapesten, és minden szegény gyereket nagyon szeretett. És én csak mosolyogtam, hogy igen, tudom, és akkor úgy azóta is munkál ez bennem, hogy igen, ezt tudjuk, hogy ő az angyalkertet, ő alakította, és utána is ő ezt forszírozta, hogy legyen még több kisdedóvol hazánkban, és még mennyit tudunk róla. Valamikor minnyáján tanultuk, és én akkor döbbentem rá, hogy kicsit keresgéltem, hogy miről is van itt szó, mi is az, amit én el tudok mondani, hiszen ma már könnyű világban élünk, az interneten csak rábökünk, előjön rögtön minden, el tudom olvasni, jól informált vagyok, úgy tűnik. De ennek a mélységébe belenézünk a napi munkánk mellett, hogy mindenki csinálja, most ezt kell leírnom, most azt kell leadnom, most ez a határidő, és mindenféleképpen ez egy olyan stressz, hogy azt mondjuk, hogy nincs nekem erre időm. Pedig mintát kell venni Brunswick Terézről, hogy igenis kell arra számot, időt szánnunk, hogy időnként számot vessünk önmagunk cselekedeteivel. Ő rendszeresen, és pont Teréz napon, Akvilai Szent Teréz napján tette meg ezt, hogy visszatekintett, és összegezte azt,
megfogalmazta magának, hogy mit tett meg, amit szeretett volna, mit nem tudott megtenni, és mik a tervei a jövőben. Ezt a szellemi örökséget kaptuk mi örökül. Éljünk vele. És mivel ennyire sok mindent írt, nagyon sokszor leírta azt, hogy írni, írni, írni. A jövő nemzedékeivel így tudunk beszélgetni. Beszélgessünk. Megadta nekünk ezt a lehetőséget. Itt én föltüntettem, hogy honnan szedtem zömmel az anyagomat, és nagyon nehéz azt, hogy most Brunswick Teréz életét azért is csatoltam, a meghívóban ott van, Hornyák Mária kis kiadványából, hogy mégis legyen fogalmunk, hogy egy ilyen hosszú életet élt asszony, aki valamikor elkötelezte magát a kisded óvásnak, mi az, amit tett? Én a gondolataiból vadáztam. Mert megpróbáltam, hogy amit ő akkor leírt, hol tart az ma? Gondolunk ma rá? És rádöbbentem, hogy óriási zsenialitás volt, géniusz volt, mert olyan mondatai vannak, gondolatai, amit ma ugyanígy mi is elmondhatunk. Itt láthatjátok, hogy mennyi mindent, és milyen területen tett a mi jövőnkért. Megpróbálom úgy végigvenni azt a pár elemet, hogy az órát is nézem, bocsánat, hogy a mai szavainkkal próbáljam kapcsolni, pedagógiai kifejezéseinkkel. A hivatástudat. Ő ugye Pozsonyban született, de olyan körülbelül 10 éves kora körül kerültek Martonvására. És nagyon visszatérő, kedves helye volt, biztos pont az életében, és ő nagyon szerette azt a parkban a sétálást, mert azt mondta, hogy itt minden fa a családom munkája. Tehát egy másfajta szeretettel közelített ehhez a helyhez. Élte a jómódú családok életét, mert Bécsben járt leánynevelő intézetben. Minnyáján tudjuk, hogy Beethoventól órákat vett a húgával együtt, és nagyon szoros kapcsolat alakult ki, és barátság Beethoven és a Brunswick család között. Na most ez meghatározó maradt az életében, ez az elem, mert fontosnak érezte a gyerekek életében is a zenének, az éneklésnek a hatását. Bocsánat. Nagyon sokat olvasott, és nagyon jó kapcsolata volt az édesapjával, aki egy felvilágosult szellemiségű és a nevelés iránt elkötelezett ember volt, és amikor meghalt, akkor volt az első fogadalma, mert Martonvásár kertjében egy kis piramist emelt édesapja tiszteletére, és megfogadta, hogy én az igazság papnője leszek. Tehát, hogy mindent megpróbálok az emberekért, a népért, a nemzetért. És akkor, amikor a nagyon sok alkalommal a húgának, Józsefinnek a gyerekeit nevelte, 6 gyermeke volt a húgának, és ő volt az, aki besegített, és gondolom, így gyűjtötte a tapasztalatokat igaziból a gyermekneveléshez. És amikor már a gyerekek nagyobbak lettek, a család elhatározta, hogy nyugaton, Németországba, Svájcba tanítatják a gyerekeket, hogy nagyobb műveltségre tegyenek szert. Így jutott el Pestalozzihoz, Svájcban, és teljesen lenyűgözte az, amit ott tapasztalt. Pestalozzi nem kis felnőtteknek kezelte a gyerekeket, hanem az életkoruknak megfelelően. Összegyűjtötte a szegényebb gyerekeket, menhelyt alapított számukra, és mindezt látta Teréz, hadd mondjam így, nem mindig a két nevet. És amikor ráérzett arra,
hogy ez a világ milyen a gyerekek életében, mennyi mindent ki lehet hozni belőlük, szépen azzal a központi gondolatsorral, amit Pestalozzi is mondott, hogy szív, fej, kéz. Tehát ott van ez a mi óvodai mindennapjainkban, ott. Ott van a belső elfogadás, ott van a tevékenység, és ott van az a fajta szeretet és értelmi fejlesztési terület, amit ő is felfedezett. És igaziból, amikor tovább utaztak, Itáliában jött egy ilyen megvilágosodása, hogy Istentől rendelt hivatásommá lett. És ezt ő egész életében követte, ekkor 34 éves volt. Azért, ha visszagondolunk, hogy melyikünkben, mikor és hogyan alakult ki a hivatás tudat, mennyire erős ma, ennyi év munka után, kinek mennyi van mögötte, akiben ott van, erősen él ez a hivatás tudat, ami lassan szeretetté válhat, az le tudja küzdeni a napi akadályokat. Akiben ez nem él erősen, hát annak nagyon nehéz mindennapjai vannak. Sokkal nehezebbek. És a nevelés felfogása. Mi is ezt valljuk, ezt. A korai nevelés a legfontosabb. A kisgyermekkor, a pedagógusok, pszichológusok mind ezt vallják, hogy ez az életkori szakasz az, amit ha kap a gyermek, jót, és Brunswick Teréz mindig ezt hangsúlyozta, hogy a jót, az lesz a megfelelő alap a későbbi felnőtt életéhez. És ezt nagyon sokszor meg tudjuk tapasztalni, mert mi idősebbek már azt is láthatjuk, hogy a volt óvodásaink mire termettek mára, mit teljesítenek és mit tesznek. Tehát nagyon jól meglátta abban a korban, hány évvel ezelőtt, és hogy az érzelmet, a szellemet, amit ma ugye értelmi képesség fejlesztésnek mondunk, a jellemet azt mondjuk, hogy teljes személyiségfejlesztés, tehát csak a szavak változtak. De ha csak megnézzük az utolsó 30 évet, mennyi változtak a szavaink? Rengeteget. A kifejezéseink. De a maga a lényeg az ugyanaz. És ez a mi mindig visszatérő gondolata, hogy a nevelés teszi az embert, és az ember a hazát. Hányszor gondolunk mi bele ebbe, hogy mennyire lényeges, beszélünk róla, hogy a óvodai nevelés, az oktatás a felsőbb osztályokban, gimnáziumban, mire megy a, mi a cél? Művelt emberek, és lesznek hazaszerető emberek? Mert mi azt mondjuk, mennyi élményt nyújtunk a gyerekeknek a hazafiságra nevelésben, rengeteget. A nevelési alapelveiből, elveiből is csak egy párat próbálok kiragadni. Minden a lelkiségtől, a módszerektől függ. Ezt nap mint nap ti is megtapasztaljátok, hogy hogyan viszonyulok azokhoz a gyerekhez, és a gyerekek a legérzékenyebb műszerként mindent lereagálnak. Az én jó kedvemet, az én rossz kedvemet, és a hitelességemet a szülők, a gyerekek lereagálják. Nagyon fontosnak tartja a gyengéd megfigyelést. Hát mi is sokszor leülnénk a csoportszobába, és megfigyelnénk az egyik gyereket, hogy na most már nyomon követem, hogy hogy is van, mert ugye nem egy gyerekről van szó, hanem nagyobb létszámú gyerekcsoportban, amikor az ember dolgozik, csak villanások vannak egy-egy gyerekről. És amit nagyon értékelek, hogy ez a gondolat mennyire rokon, hogy a gyereket semmi nem teszi boldogabbá, mint a haladás, mint a tevékenység, ha valamit megcsináltam, meg tudtam csinálni, nem is tudtam, hogy így tudok rajzolni, és azt az örömöt, boldogságot, ahogy oda néz, rád néz, akkor egyből érzed, hogy ez a gyerek nem csak annak örül, hogy mit sikerült megoldania, hanem tudod azt, hogy holnap újra azzal fogja kezdeni, és újra át akarja élni, újra meg újra ezt az örömélményt.
A kisded védelem. Ugye mi így külön nem beszélünk róla, gyermekvédelem, igen, van gyermekvédelmi felelős, tehát megvan mindenkinek, hogy mi a sorba a feladata, akkor ez még nem jött a társadalom felfogásába ilyen módon oda bele. Tehát az, hogy ő már azt írja, hogy a gyermekgondozásról tartsanak felolvasásokat. Mert nagyon érdekes ám azon elgondolkodni, hogy ő nem nevelt ilyenbe, hogy kisded óvó. Nincs ilyen tapasztalata. Ő nevelte a húga gyermekeit, abból szűrt le tapasztalatokat, és nagyon sok helyre utazott, hihetetlen mennyit bírt utazni, és más kisded óvókban tapasztalatokat gyűjtött erről. És rájött arra, hogy minden azon múlik, hogy ez hogy indul el, milyen indítatást kap a gyerek. És megint számot vetett, hogy hű maradt az eszméjéhez. Hányszor tudunk számvetést csinálni? Pedig időnként az ember rákényszerül, hogy szembenézzen. És hogy felfedezte Pestalozzi nyomán azt, hogy a legfontosabb a család. A mai alapprogramunk ugyanezt mondja ki, hogy kiinduló pont, ezt kell tiszteletben tartanunk, és ez csak kiegészíti, hozzáteszi a személyiségfejlesztés vonalán a gyerekhez az óvoda, a maga eszközeit, lehetőségeit. De valahol az, hogy meg tudja így fogalmazni, meg tudta nekünk így fogalmazni, hogy a nevelés tudomány és művészet is. És mi ezt a mindennapi tevékenységünkben is le tudjuk mérni, és amit mondtam, hogy a néphagyományaink megismerése, a néphagyomány értékeinek a felfedezése, és az az átörökítési folyamat, ahogyan továbbadjuk, a néphagyomány ültetés az tulajdonképpen a hagyományőrzés pedagógiai művészete, hogy a mindennapokban ezt mi hogyan valósítjuk meg. És hát ha utaltak már itt a Ildikóék is, Nelli is, hogy mennyire fontos az anya, hogy a gyermekeidet jól akarod nevelni, magatokon kezdjétek. És ez igaz, mert én emlékszem a 80-as években Gödöllőn a művelődési ház lelkes népműveleivel csináltunk olyan családi kört, hogy óvodás lesz a gyermekem, és ilyen havonta volt egy ilyen tájékoztató előadásnak induló beszélgetés. Hány szülő tudja ma is azt, hogy a 3 éves korú gyermekétől mit várhat el, milyen életkori sajátosságok alapján elvárhatja, tudnia kellene, hogy például kis gumibugyiba 3 évesen be óvodába, tehát valahol hány szülő nincs ebben tisztában, hogy pedig ott az internet mindent elolvashatna. Tehát igenis, van itt is feladatunk, és vannak óvodák, tudom, amik már, ahogy fölvették a gyermeket, tavasszal megvan, hogy kit vettek föl, már szerveznek szülőértekezleteket, pontosan azért, hogy segítsenek a szülőknek abban, hogy őszre még erre meg erre mire figyeljenek oda. Van mit tanulnunk még. És ami nekem csodálatos, hogy rendszer szemléletet fedeztem föl, ugye, mai nyelvezet, mégpedig abban, hogy ő nem külön csak azt nézte, hogy a kisded nevelés intézményeit hogyan lehet, mit lehet csinálni, hanem azt is nézte, hogy ehhez szakképzett emberek kellenek. Nőnevelés, óvónevelés, tehát ezt ő komplexen együtt látta, és hát természetesen a családok, amire utaltam. Tehát nagyon kiemelte, több ilyen gondolata van, ha az ember böngészi, hogy igaziból ez egy együtt kell, és nem lehet külön-külön nézni, vizsgálni vagy fejleszteni. Ahogy mondták előttem, hogy az első 1828-ban óvoda Budán a gyermekkert, angyalkert, vagy pedig utána, amikor az első óvó 37-ben Tolnán
Férfi óvó. Tudjátok, majdnem 40 évig csak férfi óvókat képeztek. És amikor végre óvó nő lett, és milyen igaz, mert mi óvunk, és nők vagyunk. Hát ez a legszebb kifejezés, hogy óvó nő. Hát ő ezért, hogy minél több óvoda legyen, ezért is nagyon sokat tett, megalakított egy olyan egyesületet, ami a kisdedóvás terjesztéséért, írt cikket azért, hogy legyen nőnevelőket képző intézet. Hát sokat tett, sokat javasolt. A hitvallásából ki kell emelnem szintén egy pár gondolatot. A gyermekekkel foglalkozni a leghálásabb munka, amely osztály részül jutott. És hogy ha ezt, aki megélte már, az tudja, hogy igaz. Mert vannak nehéz helyzeteink a mindennapokban, nehezebben kezelhető gyerek, nehezebben kezelhető szülő, és akkor hogyan állok helyt, hogyan tudok magamnak ebben a folyamatban örömet is szerezni. Tehát mindenféleképpen jó, ha magatokban is ezt visszagondoljátok. Én emlékszem, voltak nehéz időszakaim ilyen szempontból, átszervezések, egyebek, de volt egy emlékképem, ami mindig beugrott, hogy a helyemen vagyok. Egyszer egy kislány azt mondta nekem, hogy tudod, mit mondott az anyukám? Azt mondta, hogy téged a Jóisten is óvónénnek teremtett. És akkor én egyből a helyemre kerültem, és akkor bármilyen nehéz helyzetem volt, erre biztos, hogy visszagondoltam. És akkor megerősítettem magamat. És amit ő mindig hangsúlyozott, a példa és tett. Le van írva, meg megtanultuk, hogy mi modellérték, tehát a pedagógus mintát mutat. És én ezt hiszem és vallom, hogy nagyon sok múlik azon, hogy a megjelenésem, a beszél, amit szöveget mondok, szinkronban legyen. És nagyon nehéz a mai világban, amikor a nyelvünkön nagy átfordulások vannak, és hajlamosak vagyunk átvenni a gyerekektől, hogy szinkronban legyünk azt a mindennapos szöveget. Nem, mi maradjunk meg annál, hogy mi minták vagyunk. Tehát nem attól leszek jobb óvónő, hogyha én ahhoz alkalmazkodom, hanem attól, hogy én amit hiszek és vallok, annál maradok meg. És itt van még egy számvetés. Amit gondoltam és tettem. Mind belső ösztönzés. Ő úgy érzi, hogy számára ezt a feladatot, ezt a lelki anyaságot a Jóisten sugallta, és e szerint próbált élni. Az útra valónak megint vadásztam egy pár olyan gondolatot. A szeretet az élet, a becsület az örök barátság. Érdemes ma ezekkel szembenézni, hogy mennyire vagyunk mi felnőttek a szeretet vonatkozásában, nem csak a kis szűk körünkben, hanem úgy tágabban is. Mennyire hiteles és örök ma egy barátság, ezt is érdemes, avagy milyen szempontok befolyásolják. Tehát amit itt útravalónak ad, van min elgondolkodnunk. Na és ez nagyon tetszik, mert igaziból ő német, szigetközi német apától, erdélyi szász anyától származott, német volt az anyanyelve, a feljegyzéseit, ami több mint 60 napló és apró jegyzet, mind németül írta. Tehát a kutatóknak ez az első feladata, hogy lefordítani, és akkor stilizálni gondolom, nem értek hozzá, de maga az, mekkora kincs, amit már megkaptunk és elérhetővé tettek számunkra. Mert mi a szellem és a tehetség? Hát körülbelül meg tudjuk fogalmazni. De ez nem elég, hogyha nincs egy olyan egyéniség, aki ezt tovább is tudja adni. Lehet gondolkodni, tanítani? Igen.
Lehet helyesen látni, tanítani? Igen. Lehet hazafiságot tanítani? Igen. És aranyos, tehát magyarjaim, lássatok munkához. Tehát nekünk is még ez ott áll a mindennapokban. Tarthatjuk, és fogjuk is tartani, megígérem, Brunswick Teréz. Mert minden tiszteletem azért a asszonyé, aki egész életét ennek szentelte, ennek, hogy a magyar nemzet érdekében jobbítsa azt, ami a nemzedékből előhozható. És ez egy nagyon fontos, nagyon minnyáján ma is a szívünkbe véshetjük. És a kedves mondatunk, a tedd mindig a jót, mit szíved sugall, de hálát ne várj érette. Így folytonosan boldogíthatsz, és boldog lehetsz. Köszönöm szépen!